Tényleg? Híradó van? Ja. Benne leszünk tévében, benne leszünk tévében. Gondoltam, gyors bejelentkezünk innen a vízből. És itt vagyunk most a második szigetünkön. A mai napi programunk az, hogy három szigetet meglátogassunk. Hát tele van a víz emberrel. Most, hogy így egy csomó hajó kiketett, így ennyi ember lett. Amikor megérkeztünk, akkor még ennyi se volt. És hát az idevezető út az első szigetig, az másfél óra volt. Az nem volt annyira kellemes, de kicsit meglepődtük, azt hittük, hogy viccel a faszom, mert mindig viccelődnek ezek, és mondta, hogy másfél óra, ó, persze, és tényleg annyi volt. De az első sziget is nagyon-nagyon jó volt, de ez a második, ez nagyon ott van. És a víz az gyönyörű, baromi meleg van, én sikeresen ott hagytam az úszós ruhámat, úgyhogy maradt a pólóm. A Dorka az okosabb volt, és szerintem nem is beszélek többet, csak bevágjuk majd a videóba ezt, úgyhogy hello!
voltunk a három sziget látogatásos hajótúrán. Még mindig hullámzunk. Igen, nagyon vicces, amikor ülünk az étterembe, írjuk éppen a naplót, és egyszer csak jön egy ilyen hullám, csak már nem vagyunk a vizen. Ez a napi 2-3 órás, meg 4 órás hajókázásokban az emberben egy kicsit benne marad az érzés. Na, össze akartuk foglalni, hogy mit csináltunk ma. Az első sziget, ahol megálltunk, az is nagyon szép volt, igazából a kettes sziget vitte a pálmát, volt rajta pálma. És az elsőnél vicces volt, mert mindenhol igazából megkérdezem, engedélyezik, hogy drónozzak, de itt úgy volt, hogy a sziget összeért majdnem egy másik szigetre, ami privát sziget volt, és Fassi egy ekkora shotgunnal nézte azt, hogy ki mit csinál, és hogy úszik közelebb a szigethez, és hogy igen, a másik irányba repültem. A második szigetnél a srilankai tengerpartok összehasonlítva az itteniekkel, nekünk ez sokkal jobban tetszik. Szerintem nem csak a srilankai. Nagyon sok, igen, ez nagyon gyönyörű volt. Ez volt az egyik legszebb. Pálmafasor, és... Még az itteniek közül is elviszi a pálmát. Igen, és itt is volt egy nagyon szép koral, zátony rész, vagy egy koral rész. Itt is nagyon-nagyon mély jött utána a víz. Rengeteg halat láttunk. Napfény pontja volt nekem, hogy találkoztam a Némó családdal, az igazival, nem a sötét szemben. Meggyógyult szegénynek a vizéje, az uszonya. Kacska. Most már nem kacska. És nagyon-nagyon cukik voltak, volt kicsitől a nagyig minden benne, és rengeteg halat, meg nagyon szép korallokat láttunk. Nem olyan hatalmasokat, mint tegnap, de ezek is nagyon jók voltak. Találkoztunk koralfissel. Nagyon Gábor kedvenc halak. Paraszt pöcsök. Állandóan megtámadnak. Az első ott kezdődött, hogy egy békés halat akartam levideózni a GoPro-val. Aztán nekijött a GoPro-nak, mondván a semmiből ezerrel. Mondom, jó van, akkor arra nem úszunk. A következő szigetnél ez már izgalmasabb volt, mert ugye, igen, a következő... Ja nem, ugyanezen a részen akartam bejegúzni, és most vagy ez, ugyanaz a hal, vagy egy másik jött. És úgy megtámadott, hogy a GoPro-val hadonáztam a víz alatt, meg a kezembe meg a lába, hogy ne tudjon odajönni, mert ekkorák, és akkorát harapnak, mint az Isten nyilag. Több embert megharaptak egyébként, meg véreztek is, meg mit tudom én, tehát, hogy üdött a nyakukból. Persze. Engem is megharapott, de nem itt, és az ilyen picike volt. Már az is akkorát harapott, hogy még a úszószipőn keresztül is éreztem, azt az ekkora halat nem akartam, hogy éljek a bocsit. Na mindegy. Ők nem. A tegnapi nap nem volt este bejelentkező videó, az okot is elmondjuk. Mert végül nem. Csak a kis pocakja nem volt jó. Tehát vissza akartunk jönni ebbe a jó kis étterembe vacsizni. Nem jöttünk, hanem egy ekkora zsák pésítve. Mindenből, ami jól nézett ki, mondtuk, hogy adjanak. Vettünk 8 liter kólát, és gyógyszert a gyógyszertárba. Neki hamar vége lett tegnap a nap. De mára már jobban volt szerencsére. Szóval nem kellett otthon maradnia. Ez szomorú lett volna. Már nap közben majdnem elmúlt. Mostanra már elmúlt, de már majdnem reggelre teljesen. Igen. Szóval ki tudta élvezni a napi... De azóta mondták, hogy más is rosszul. Igen, akiket tegnap együtt voltunk. Én viszont nem ettem sokat, mert rohantam drónozni. Ugye én jártam most jól. A hangom is kezd visszajönni. Látszik a videó hosszán, ez már megint 4 percnél járunk. És nagyon jó volt korom. Teljesen más, mint elnidó. Ez a két napos túra, ez már rendben volt. Ugyanolyan kedvesek itt is az emberek. Tényleg, nagyon jó, nagyon sok. Ja, és sikerült összeszervezünk a francia csapattársainkkal, hogy együtt menjünk. Tegnap befoglaltam a mi szállodánkból, vagy az ő szállodájukból szedjék fel őket minibusszal, és reggel találkozunk, és együtt megyünk a hajóra. Nagy lelkesen megyek a GoPro-val, hogy mikor nyitják ki a minibuszt, akkor hello! Kinyitják az ajtót, és rohadtul nem ők voltak a minibuszban. Valami nem oké, de a kikötőben szóltunk a vezetőnknek, hogy hát valami nem oké, és kis szervezés által csatlakoztak a sárlották, és egy napot még el tudtunk velük tölteni, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat velük. Poeto Princesszával voltunk velük egy napot. Igen, csak ne ütökezz az asztalt, mert így megy a kamera. Nem ütögettem. Sajnálom.
kivel kapcsolva a stabilizáció. Mondd már, nem történt. Igen. És visszajöttünk most ebbe az étterembe, ahol ja, vicces, már egy-két emberrel még szerintem Szabunál fogunk találkozni. Csak egy-egy nap elteréssel utaznak oda. És visszajöttünk ide a tegnapi jó kis étterembe, ahol marha jól éreztük magunkat. És várjuk a jó kis pizzánkat. Isszük a kis adag limonádénkat. És holnap meg repülünk. Nem tudom én mivel, csúszdival, átlőnekkel, vagy másik szigetre, vagy valami sárkányrepülővel. Valami ilyesmi lesz, gondolom. Ilyen propelleres. Befoglaltuk a transfert. Kicsit ki van a számolva, de azt mondták, hogy jó lesz. Úgyhogy mi voltunk, kiszünk nekik. Elhittük nekik. De legalább bocsó volt. Csak az a kérdés, hogy odaítunk a reptére. Ja. 6 percnél járunk, bőven sok volt. Valamikor csinálunk majd egyébként egy összefoglalót, a különböző országokat csak beszédben kiérhetem a szangvinikus vágyamat, és elmondunk minden jót és rosszat. Majd csak bólogatok. Kösz a segítséget. Most elköszönünk, mert lassan szerintem jön a pizzánk is, és holnap majd jelentkezünk Szeburól. Úgyhogy mindenkinek jó estét, nem tudjuk a jó kis étteremünket. Gracias.